A Nyíregyházi Állatparkban a tavalyi év szenzációja volt az afrikai elefántborjú születése. Az országban csak itt látható elefántbébi igazi kedvenc, hiszen a vendégek a fogantatástól végigkísérhették fejlődését. Még nevet is a látogatók javaslataiból választottak neki gondozói. A Kitó nevet kapta, ami szuahéli nyelven féltett gyermeket, drága kincset jelent. A kis ormányos kiváló egészségnek örvend, most éppen egy éves, és a napokban ismerkedett meg, tekintélyes méretekkel bíró apjával, Jackkel is. Azzal a nem titkolt szándékkal engedtük össze Jacket, a Nyíregyházi Állatpark afrikai elefántbikáját, Kwanzával, az elefánt tehénnel, hogy Kitónak, a kis egyéves elefántnak kis testvére szülessen, hiszen az afrikai elefántok vemhessége ideje 22 hónap, tehát közel 2 esztendő. Eddig a kis elefánt a anyjával és egy másik elefánt tehénnel osztotta meg a kifutóját, most azonban idejét láttuk annak, hogy újra Jack és Kwanza elkezdenek randevúzni egymással. Az érdeklődés igen heves, és reméljük, hogy 2 esztendő múlva egy újabb borjú születéséről tudunk beszámolni. Az afrikai elefántok szociális igényű állatok, családban érzik jól magukat. Láthatóan a Nyíregyházi Állatpark kis elefántja is örömmel fogadta, és első perctől kezdve keresi apja társaságát, élvezi az átmenetileg egyesített családot. Sajnálatos módon az egyes keleti hiedelmek és az orvadászat rendkívül súlyos helyzetbe hozta a mára már igen foghias faj és egyedszámmal rendelkező ormányosok rendjét is. Így az afrikai elefánt már a kihalás fenyegette élőlények közé sorolható. Vadászatát törvény tiltja, ennek ellenére még mindig akadnak olyanok, akik szép dolognak tartják ékszereiket, bútoraikat elefántcsonttal díszíteni, és nem foglalkoznak azzal, milyen értékes állat is a világ legnagyobb szárazföldi emlőse, az afrikai elefánt.